Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Hírextra, a híradó külön kiadása. Csak úgy, mint korábban a Fókuszban, a Hírextrában is körbejárjuk az elmúlt hét egyik legfontosabb témáját, amely ezúttal az idősek támogatása lesz. Ugyanis a napokban kezdte meg a kormány a nyugdíjasok számára kiosztani az Erzsébet utalványokat. Valamint azt is bejelentették, jövőre 3-3,5%-kal emelkednek a nyugdíjak. Az országos támogatási rendszerhez szorosan kapcsolódva, Makkóváros önkormányzata is számos intézkedést hozott az idősek támogatása érdekében. Például szintén utalványokat oszt a 70 éven felülieknek, melynek összegét 5000 forintról 10000 forintra emelték. Az elsőket Kovács Sándor települési képviselő vitte házhoz. Nagyon jó egészséget kívánok, kellemes ünnepet kívánok. Köszönöm szépen. És használja egészséggel, szeretettel 500, igen. 1000-1500, 2000-2500, 3000-4000. Igen. 5000-6000, 7-8, 9-10. Köszönöm szépen. Kovács Sándor elsőként Bíró Sándornét lepte meg ma délelőtt a 10000 forintos utalvánnyal. Az idős hölgy 89 éves, néhai férjével földműveléssel foglalkoztak. Unokái mellett lánya gondoskodik róla, saját bevallása szerint a kapott támogatás sokat jelent számára. Sokkal, mert a nyugdíjam nem olyan sok, azt ahhoz képest sokat jelent ez a 10000 forint. Mire fogja költeni esetleg? Hát élelemre, húsra, mert azt nem tudok másból venni. A képviselő ezt követően Etelka néni szomszédjaihoz tért be. Varga Noé és felesége Viktória is örömmel fogadták az ajándékhozóját, hiszen elmondásuk szerint nem mindegy, hogy mennyi pénzből gazdálkodik a család. Az az igazság, hogy nagyban segít bennünket, mert ugyanis vannak unokák, és kérem szépen szeretnénk támogatni őket. Makóváros képviselőtestülete még 2014-ben a köszönet jegyében határozott úgy, hogy minden 70 év feletti nyugdíjasnak 5000 forint értékben Erzsébet utalványt oszt ki az év végén, karácsony előtt. Az idei esztendőben azonban ezt az összeget 10000 forintra emelték, sőt nem csak az adventi időszakban, hanem húsvétkor is kézbesítik majd számukra. Kovács Sándor önkormányzati képviselőtől megtudtuk, ebben az évben 3314 makói lakos részesül a támogatásban. Ez az én választókerületemben 395 70 éven felüli nyugdíjast érint. Mindenütt nagy örömmel fogadják, mert én tegnap előtt kezdtük el körzetemben kiosztani. Én nagyon szeretném, ha az időjárás is engedi, akkor a jövő hét végénre befejezni szeretném ennek a kiosztását. Ezen kívül elkezdték kihordani a postások a kormány által biztosított 10000 forintos Erzsébet utalványokat is, sőt idén először adnak nyugdíjprémiumot. 2018. januárjától pedig 3, illetve 3,8%-kal nőnek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások a decemberihez képest, attól függően, hogy 2017-ben vagy annál korábban állapították meg a járandóságot. Mindemellett az országgyűlés kedden döntött arról, hogy Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére januártól plusz 50000 forintot kapnak havonta a nyugdíjuk mellé azok, akik legalább 20 évig otthon ápolták tartósan beteg gyermeküket. A témáról ma Farkas Máriával, több makói civil szervezet tagjával és Toldi János települési képviselővel beszélgetünk itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm itt a stúdió kedves vendégeit és a minden kedves tévénézőit. Én szeretettel és szeretettel kívánok, jó estét és jó szórakozás műsorunkhoz. Kedves Mária, amint azt a bejátszásban is láthattuk, a kormány idén már folyósított önöknek nyugdíjkorrekciót, prémiumot, de a postások elindultak az Erzsébet utalványokkal is. Ön megkapta-e már ezeket? Igen, köszönöm, megkaptam már. Nagyon örülök neki, mert igenis szükségünk van mindenkinek erre a kis prémiumra, és ez mindenféleképpen az év végére meg főleg rendkívül jó. Nagy segítség akkor? Nagyon nagy segítség volt, ugyanúgy nem csak a magam nevébe, a baráti társaságom nevébe is mondom, hogy mindenkinek ez nagyon jó. Hány civil szervezetnek a tagjait Makon? Én háromnak vagyok, meg vagyok egy nagymami tábornak a törzs tagja. Nagyon szeretem és nagyon sokat segítek, mivel én is nagyon sokat kapok az önkormányzattól, és minden felől, amit tudunk, mi is megteszünk, hogy valamivel honoráljuk a kedvességüket.
Mennyiben segít ez esetleg az egyedül élő időseknek, hogy egy-egy ilyen civil szervezetnek a tagjai lehetnek? Mik a visszajelzések ebből az irányból? Hát nagyon sok jó visszajelzésünk van, mi is nagyon, de nagyon köszönünk minden segítséget, mert végeredményben ez a civil szervezet olyan, mintha egy nagy család volnánk. Barátokat mindent szerzünk, és mindenki is búbajunkat elbeszélünk, megbeszélünk mindenkivel. Képviselő úr, Farkas Erzsébet polgármester már többször elmondta, hogy a városnak a szociális hálója, illetve a támogatási rendszere szorosan az országos támogatási rendszerhez kapcsolódva van kialakítva. Mit jelent ez az idősekre nézve? Mivel tudják támogatni helyi szinten az időseket? És ez nagyon is jó, mert ugye olyan öröm kimondani mindazokat, hogy mennyire tudunk adni mindazoknak, ahogy szokta a miniszterünk is mondani, hogy ezek az emberek időskorúak építették újra az országunkat, ugyanakkor átélték a rendszerváltás bonyodalmait, és pont ezért öröm sokszor hallani, hogy mit tudunk értük tenni, és mit tudunk nekik adni. És ennek van egy érdekessége maga az, hogy a vásárló értékkel kapcsolatosan párhuzamos, ami 10%-kal változott 2010 óta, mindemellett még, ahogy a kedves Mária is elmondta, ennek is van olyan dolga is, hogy közben meg állami és mink is adunk. Na most a mink is adunkból, azt hiszem mindenki már tud róla is, de öröm elmondani ismételten, hogy az 5000 forintot átsegítettük a 10000 forintos kategóriába, és most képviselő társaimmal ezt a Erzsébet utalványokat kezdtük osztogatni. Sokan megkérdezik tőlünk is, hogy na és a Orbán féle Erzsébet utalvány, mondom, nyugalom, az együtt érkezik a nyugdíjjal, tehát a postás hozza a december havi nyugdíjat, és ott lesz mellette az ismételt 10000 forint érték. De hogyha jól tudom, akkor önök nem csak most karácsony előtt ajándékozzák meg az időseket ezzel a 10000 forinttal? Igen, ismerik a temperamentumot, és egyébként is vidámnak tartom magamat. Azzal szoktam a kedves hölgyektől búcsúzni, hogy ne tessenek aggódni, húsvétkor ismét jövök, és kölni helyet ismét hozok önöknek egy 10000 forintos Erzsébet utalvány csomagot, amit természetesen húsvét előtt adunk már, és ezáltal megint érezzük annak szükségességét, hogy több kerül az asztalra, több hús, több sütemény, és ennek meg a háláját majd megkapják a nagymamák a gyerekektől és unokáktól. Ezek ugye ajándékutalványok, de hogyan, milyen egyéb módokon tud segíteni még a város, gondolok itt esetleg a szemétszállítási díjaknak a mérséklésére, vagy adott esetben ugye a csökkentésére? Igen, és ez az egyik a legfontosabbnak, hogy maga a megélhetést tesszük olcsóbbá a városi szinten belül, amiben természetesen maga a város adja a saját adójából, a helyesebben az ő általa beszedett adókból. De ugyanakkor pont ez, hogy én kimondhatom 13 időskorú nyugdíjas klubunk van, nem akarom felsorolni a neveket, nehogy valakit kihagyjak, és ebből problémám legyen későbbiekben. Ugyanakkor meg olyan civil egyesületek és csoportok vannak, aminek országos hálózaton való megérkezése. Ezek a klubok Újvároson, a Megyeház utcán, a Hajnal utcán, tehát a piac mögött találhatók, és ahogy mondtam, 13 nyugdíjas klub, 15 egyesület és egyéb kisebb csoportosulás, és még büszkén szoktam mondani, hogy Rákosan is ugyanúgy össze tudnak jönni, meg tudják beszélni a dolgokat. Ezzel kapcsolatosan pedig még annyi, hogy itt is van egy kis plusz, mert minden egyes ilyen klubfoglalkozás most éppen decemberben ünnepélyes, tehát úgynevezett karácsonyváró, karácsonyköszöntő, és még erre is biztosít az önkormányzat anyagi fedezetet, hát nem sokat, de azért jut belőle egy kis tejára, süteményre, édességre, sósüteményre, és még tegnap éppen vízli is lett belőle. Azok a civil szervezetek, amelyeknek ön is tagja, hogyan készülnek most az ünnepekre? Hát például nekünk az egyikben december 8-án lesz. Hát mi nagyon 40 mennyien vagyunk ebbe a klubba történetesen. Hát süteményekkel ugyanúgy gyerekek szerepelnek. Mi is szoktunk ilyeneket csinálni, hát hogy szerepelünk. Hát egy kis bohótság is belefér ebbe a korba is. És hát várjuk az önkormányzattól, akik
kijön hozzánk, nagyon szívesen és nagyon kedvesen fogjuk fogadni, mert minden évben szoktunk egy kis ajándékot kapni, amit nem győzünk eléggé kimondani, hogy nagyon hálásan köszönjük az önkormányzatnak, hogy ilyen adakozók, mert ugyanis mindenki kapott, mindjárt megkaptuk ezt a pénzt, amit ugye mi felhasználtuk kirándulásokra, egynaposakra, ki hogy tudta eljönni, tehát állatkertbe ide-oda mentünk, és ez nem mindenki jutott még el ide, ebbe a korba se. Úgyhogy nagyon hálásan köszönöm az önkormányzatnak, és minden civil szervezet nevébe. Hát ugye, mert Makóváros önkormányzata éves szinten konkrét pénzzel, összegekkel is támogatja ezeket a civil szervezeteket? Igen, és pont az a legfontosabb, hogy eddig nagyon leszűkítettem a hozzászólásra ezzel kapcsolatosan, hogy csak a karácsony és annak környezetében gondolkoztam, de ugyanakkor éves viszonylatban itt nem kell nagyon elmondani, hát most voltak a legtöbben is a öregek bálján, de Batyus bál tavasz köszöntő idősek világnapja, ahol már tényleg az ember azon gondolkozik, honnan szerezzük még kölcsönasztalt és székeket, hogy tényleg a jelenkezőknek az igényeit ki tudjuk. Több mint 800 ember jelent meg a sportcsarnokban, amire, hát ha engedtessék meg, büszkék is vagyunk, és ugyanakkor, ahogy az előbb is hallottam Máriától a köszönetet, nem csak őtől le, én magam is nap mint nap találkozok emberekkel, akik ezt megköszönik. Meg most nem azt mondom, hogy öregszik a város, de érdemes azért megjegyezni, hogy bármennyire fogyunk, és én azt kívánom, hogy boldog öregkor legyen mindenki számára. Ebben az évben 3314 70 éven felüli embert keresünk meg képviselőként, és adjuk át azt a bizonyos Erzsébet utalványt. Tehát ez is egy nagyon szép dolog. Én úgy érzem, hogy ezt, ahogy már említettem, a húsvéttal csak fokozni lehet, de azért, ha anyagi lehetőségünk bírják, még fogjuk fokozni. A közelmúltban egy igen rangos elismerést is átvehetett a város vezetése az idős gondozással kapcsolatosan. Igen, én ilyenkor érzem azt, hogy amikor dicsérnek bennünket, vagy elismerik munkánkat, mint ahogy az előbb én is említettem, hogy a jóról érdemes többet beszélni többszörösen is, mert és nem beszélve arról, hogy a város lakosságának is lenne egy kis feladata, hogy aki haja adja át. Ez is egy jó dolog, mert a szájreklámnál és a úgynevezett valamikori népmeséknél jobb dolog nincs, semmi mű nincs benne, csak a természetes dolgot adjuk tovább. Balogh miniszter úr adta át a Makóvárosának a idősbarát önkormányzat címet, amelyet polgármester asszonyon követte át Budapesten. Nagyon szép kiadvány, a helyesebben falra akaszható örök emlék, és én úgy érzem, hogy majd ha átalakul és szépen megújul a tanácstermünk, nem csak a szép festmény lesz a folyóson, vagyis az épületben, hanem maga valahol meg lesznek azok a kitüntetéseket, megtaláljuk azokat a kitüntetéseket, amit kiérdemeltünk, és a jövőben is próbálunk még nagyobb célt kitűzni magunk előtt. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönjük mi is. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Hírextrával legközelebb jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!